Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Binding of Isaac-ben, folytatjuk a challenge-eket, a Family Man challenge jön, és úgy hallom, hogy egy... Aha, conjoined-dal indulunk. Jaj, de jó lesz. Megszoktam az előző runból a Brimstone-t, meg a repülést, úgyhogy ezt gyorsan el kell felejteni. Nyilván mi nem tudunk lőni, csak a barátaink tudnak. Nem, itt nincs Secret Room. Jó. Ez egy Sun kártya, ami megmutatja nekünk a térképet, és lehet, hogy én ezt itt el is használom. Ami adott egy arany kulcsot is, ami valljuk be azért kiváló, főleg így a játék legelején, mert be tudunk menni a shopba, nem mintha bármit tudnánk csinálni, azon kívül, hogy fel tudjuk robbantani őt. Series Options nekünk tök jó lenne, illetve tudunk egy valamit csinálni, ide be tudunk jönni. Amit mondjuk a kulcssal is meg tudtunk volna csinálni, szóval ez teljesen fölösleges volt. Menjünk is ki akkor. Na ilyen az, amikor nem figyel az ember oda, hogy mi történik. Nincsen item room. Úgyhogy akkor menjünk is szerintem. Így, mi? 5 centet nem hinném, hogy össze tudunk szedni ezen a szinten már. Eléggé valószínűtlen. És egy pillanat türelmet kérek. Így, elfelejtettem levenni a hangot. Igen, kaptunk vissza egy bombát, úgyhogy menjünk be a Second Secret Roomba, ami szintén elég egyértelmű helyen volt. Ezt majd a boss fight után, hát ha lesz esélyünk egy dealre az ördöggel. Igazából a legtöbb damage-et a legyünk adja még mindig. Hú, ez közel volt. Gyerünk, Little Horn. Egy Box of Friends lenne nekünk nagyon jó egyébként. Amit most már unlockoltunk. Ezért egy HP up is teljesen jó. Ezzel ki tudok egyezni. Sajnos nem szereztünk kulcsot, de ugye Dead Ski-jel be tudunk menni. Akárhova, hova szeretnénk. Item room nincs, csak shop. Van egy centünk, és Burning Basementünk van. Én úgy érzem, hogy erre lesz a... Rosszul éreztem. Ez egy zsákutca, amint azt ti is láthatjátok. Viszont kaptunk vele egy Spirit Heartot. Nem, itt nincs. Oh, wow, 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 wow! Oké. Rotten Baby, légy szíves, ízlítsd magad. Kiváló. Rotten Baby, nagyon ügyes vagy. Megoldottuk ezt is, Rotten Baby segítségével elsősorban, de hát nyilván a barátaim segítségével, mert itt én nem tudok lőni. Természetesen a kakikat kilövöm. Meg a tüzeket is, mert ugye pénzt tudnak adni, és úgy érzem, hogy valami itemre nekünk szükségünk lenne, ahhoz, hogy ebből egy értelmes run tudjunk csinálni. Hát nyilván egy challenge run az ilyen, hogy nem lehet mindent egyszerre. Mondjuk az előző challenge run az tényleg nagyon-nagyon jó volt. Jó, egy bombának örülnék akkor. Köszönöm szépen, játék. Látom, velem vagy. Itt mind a kettő felrobban, ugye? Föl bizony. Jó. Eddig jók vagyunk. Jó, ez már tényleg nem zsákutca lesz, erre lesz a boss. Érzem. Jó, kaptunk egy kulcsot. Jó. Egyelőre még nem volt piros szív sebződésünk, és itt van a shop. Ezt igazából el is lehet itt lőni. Ó, ott van a Secret Room is. Ami fantasztikus. Csak nehogy véletlenül kisétáljunk úgy a szobából, hogy még marad itt bárki. Hanem akkor kezdhetjük előről a lerombolást. Jó, mert visszakaptuk a charge-unkat, ezért használtam el már idejekorán. Fanny Pack! Bár nem szeretnék sokszor sebződni, nem arról van szó.
Ez nem egy olyan rán, amikor nekünk megéri sokat sebződni. Ó, hello trollbomba! Majdnem ránk. Majdnem ránk. Jó, van egy jeránk. Csak bombánk nincs. Azt hittem van egy bombánk, de nincs. Jó, ez mi? Ez egy speed up. Ennek nagyon örülök. Kell szerezni egy bombát, amit a jerával talán tudunk. Nézzük meg, hogy ezekből a kakikból mit tudunk kiszedni. Ez így kicsit undorítóan hangozhat, de hát látjátok, hogy konkrétan azt csináljuk, hogy a kakikat, aha, nem szedjük föl. Jó, az egy piros szív. Egy 10 centes szeretnék. Na, egy 10 centes, vagy egy petrified poop. Mondjuk most már a petrified poop teljesen mindegy, mert azt ugye nem tudunk trinketeket jarázni. Nem, ez egyetlen cent, azt nem fogjuk megjarázni. Eléggé valószínűtlen. Kapunk belőle egy bombát. Hajrá! Egy... Egy kevésbé örülök dolgot kapunk. Egy tower kártyát, ami szintén eléggé robbanékony tud lenni. Viszont van egy bombánk. Őket felrobbantjuk. Kaptunk belőle egy kulcsot. És még pénzt, 7 centet, amiből meg tudjuk venni fanny packet. Általában nem szokták Isaac játékosok szeretni fanny packet, és nem értem, hogy miért. Jó, nyilván azok az itemek, amik arra játszanak, hogy majd úgyis valami megüt, azok nem túl jók, pláne egy ilyen run-on. Tehát nem jó sebződni, ez így van, de hogyha már sebződünk, akkor már valamit nyerjünk belőle, nem? Nekem ez a filozófiám, jó. Akkor idejövünk, egy tower kártyát eljátszok. Hú, ez nagyon közel volt hozzánk, és Monstro már a fele életénél van. És ezen a fighton fogunk kapni egy dílt. Ez most már több, mint valószínű. Így van, légy szíves. Na, a légy el se találta. Na, Krampus lesz? Szerintetek Krampus lesz? Nem Krampus, de nem is egy jó deal. Na jó, ezért már megérte bejönni. Jó, a pókok miatt nem érte meg nyilván bejönni. Mondjuk, ha ezt jaráztuk volna meg, akkor már két bomba után kellene menekülni, és kaptunk volna belőle egy halom spirit heartot. Jó, hát ez van. I found pills. 48 hour energy. Health up. És egy speed up. Nagyon jó. Akkor én azt mondom, keressünk second secret roomot. Meg is találtuk. Amiből mit ismerünk? Egy speed upnak még örülnék. Ez egy explosive diarrhea. Bad gas. Infested? Ez is jó. Nagyon jó pilljeink vannak egyébként. Azt kell mondanom. Explosive diarrhea-t magammal viszek, mert nem kell félni attól, hogy különböző szobákba belépve milyen dolgok történnek velünk, mert az előző challenge ugye a múlt heti részben láthattátok, hogy az olyan volt, hogy az ajtók azok mind cursed room ajtók voltak. Szerencsére ez elmúlt, úgyhogy megyünk tovább. Az sikerült fölvennem, vagy nem? Mindjárt meglátjuk. Úgy tűnik, hogy nem sikerült fölvennem. Nézzük meg, mi van itt. Ez nem éri meg nekünk az időnket. Jó, ez eléggé rendet rakott itt, úgy érzem. Jó, ennyi volt ez a... Nem a pálya, hanem ez a szoba. Jó, ezeket nem fogjuk kilőni most már. Ennyire nem minmaxolunk, az teljesen fölösleges. Ezt viszont kilövöm. Jó. Curse Roomba bemenjünk-e? Nagyon jól állunk élettel. És én azt mondom, hogy mindenképpen megéri benézni a Curse Roomba. De lehet, hogy majd csak úgy kéne benézni a Curse Roomba, hogy előtte itt megnéztük, hogy van-e Secret Room, de sajnos nincs.
Úgyhogy a Curse Room az mindenképpen életbe fog nekünk kerülni. Itt valószínűbb a Secret Room egyébként. Oh, hello. Visszakaptuk az életünket. Így van, itt van a Secret Room. Megint ilyen szobákat kapunk. Mi megyünk tovább. Én szerintem erre lesz a boss. A Baos. Égyni. Poison Shot. Adom. Én azt mondom, hogy fölösleges. Nem rerollolunk most semmit. Jujj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 
megdobtuk, kaptunk bőle egy bombát. Szerintem ez megérte. Nem mondom, hogy ez így volt hatékony. De lehetett volna rosszabb is. Jó. Akkor bejövünk a Second Secret Room-ba. Miért használtam erre bombát? Valaki magyarázza el nekem. Pláne, hogy oda sem kulcssal kell bemenni. Jó, 8. Nem tudunk venni semmit. Nye. Nye. Óha. Jó, fennypack. Fennypack ismét. Fennypack ismét. Ezeket nem tudom kikerülni egyszerűen. Pláne, hogyha ketten vannak, akkor ez így még inkább Mission Impossible számomra. Na most valami jó level dealt. Valami jó devil dealt. Nem, nem cimborálunk az ördöggel, viszont a tears és shot speed up az nem igazán hatotta meg őket, úgy látom. Jó, megyünk tovább a következő szintre. Meddig megy ez a challenge? Azt meg se néztem. Isaacig megy ez a challenge. Jó, egy word kártya. És egy hierophant kártya. The world. Ez kiváló nekünk. Jó, ezzel pilleket tudunk generálni. Van egy I found pillsünk. I found pills. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Judgmentet meg akarom játszani. Ez viszont kiváló, ez egy speed up. Használjuk ki, amíg van ilyen. Így most már ki fogom játszani a Judgmentet, azt azért gondolom megvan. Nagyon jó egyébként Fennypack, nem tudom észrevettétek-e, hogy ez így igazán jó szinergia a Fennypackkel, és Ivy Baget kaptunk. Nem tudom, melyik jobb nekünk. A kulcs vagy Ivy Bag. Ó, és még egy HP upgrade. Hát az nekem nem nagyon kell, az az HP már. Az a nagy helyzet. Ide most már be tudunk jönni. És... ide viszont kulcssal jövünk. Ami nincsen feltöltve. Úgyhogy megcsinálunk egy szobát. Áú. Nem baj, van még egy Spirit Heart ott a arcade-ben. Jó, ez egy Infested Hill. Az is nekünk teljesen jó. Bejövünk most ide. És... kinyitjuk ezt. Oh, hello! Az Infested-et eljátszottam. Nem, sajnos ilyenkor nem tudunk kijutni ingyen. Ez teljesen fölösleges sebződés volt. Ez is. Az a baj, hogy a következő boss egy megafeti lesz. Még nem vagyunk elég erősek. Komolyan. Na, a legyedet szeretném látni, ahogy becsapódik megafetibe. Úgy, köszönöm, Rotten Baby. Légy szíves, termeld még a legyeket. Úgy. Rotten Baby, számítok rád. Áú. Úúúú.
Azért az aranybombák az egy nagyon jó fenipek. Kifizetődés, hogyha éppen nem ránt magával annyira meg a Feti. Áú. Jó. Így van. Szóval aranybombáink vannak most már, amiket ki is használunk arra, hogy itt egy Magic Mushroom-t összeszedjünk, már ha van. Vagy egy Liberty Cap-et. Nem, nekünk a Pinky Eye az jobb. Úgyhogy marad a Pinky Eye. Ez egy kiválóan elhelyezett bomba volt, ez is egy kiválóan elhelyezett bomba. Jó. Á. Könyörgöm, Rotten Baby, a spawnert lőd. Jó, használhatnánk erre a kulcsot is igazából. I found pills. Tudunk rengeteg pénzt generálni magunknak ismét. Előbb nézzük meg a shopot, ami szintén ingyen van. Így né. Őt is felrobbantjuk, hogy hát a nagyobb deal esélyünk lesz. Létra. Vagy Battery. A Battery szerintem jobb. Van egy Tower kártya, ami teljesen fölösleges. Jó. A maradék pénzt eljátszom. És szerintem ez volt az utolsó szint, hogy használtuk a kulcsot. Mert Ivy Bag sokkal hasznosabb, pláne hogyha ennyi szívünk van. Kaptunk egy Pretty Flyt, aminek rendkívül örülök. Ez az első Pretty Flyunk, a másik Pretty Fly ez még az előző randban volt. És akkor hozzuk magunkkal Ivy Bag-et. Úgyhogy a Battery az teljesen haszontalan, ha csak nem találunk valami egészen más spacebar itemet. Ó, van még egy ilyenünk, van egy Lockdown, aminek nem örülök. De hát ez van, nem lehet minden pill kiváló. Penny Packer zseniális Ivy Bag, azt kell mondanom. Ez már önmagában egy játéktörés. Na? Hát ezt a Lockdown-t ezt megérzem. Jó, jöjjünk itt föl. Oh, hello. Áú. Ez nem ért. Ez nem ér, hogy ti ketten így lőtök. Úgy van, Rotten Baby most már agresszívvá vált. Nem eléggé. Így nagyon jó. Kérdés az, hogy felfedezzük-e a szintnek a további részeit. Hát ez nem sikerült eltalálnunk. Nagyon nem jó a tírztetünk, azt kell mondanom, és ez az a baj, hogy nem nagyon tudunk rajta változtatni sem. Jó. Ti nem hagyjátok abba a lövöldözést? Tehát milyenek vagytok már? Jó. Ez egy kicsit merész volt. Rotten Baby. Jó. Jó, egy ingyen bombát egy fizetős bombáért. Ez egy kiváló trade volt. És akkor már a Secret Room-ot is találjuk meg. Csak nem itt. Persze, hogy nem ott, mert itt van a Secret Room. Jó. Mi van a Second Secret Room-ban? Mom's Pearl. Meg kellene tanulnom tényleg, hogy mit tudnak a trinketek. Mert jelenleg fogalmam sincs, hogy Mom's Pearl mit csinál. Hello, Holló! Hollónak nem nagyon tesz jót a Tower kártya, ha jól tudom. Ez így van. Oh, hello. Kaptunk egy Angel Deal-t. Az HP app-ot még megnézzük. Oké, okay, Holy Light. És kaptunk egy Spirit Heart-ot belőle. Jó, nekem ez tetszik.
Ugye az HP upgrade az azért is jó, mert ennyivel több pénzt tudunk a következő szinten felhasználni. Szerintem megyünk is tovább. Jó, nézzük mi van erre. Egy tintidrog például. Most már nincsenek aranybombáink, erre nagyon kell figyelni. Most már nem tudunk végtelen sokat bombázni. Ó, ennek majdnem nekimentem. Jó, már csak a két gis van, meg az egy repkedő fekete. Jó, a repkedő feketét úgy hallom, hogy a légy eltalálta. Az a baj, hogy ezt a tintidrokkot nem tudjuk mi kinyitni, mert nem tudunk repülni. Akármikor úgy érzem, hogy sebződnék, akkor érdemes Ivy Bag-et használni helyette. Mert akkor mégsem a spirit heartjainkból megy el a dolog. Kuc-kuc. Jó, az egyiknek annyi. Igen, ezt nem vettem észre. És ide kéne tenni a bombát. Ebből visszakaptuk a bombánkat, és kaptunk egy kulcsot. Mi van itt? Hát ezt megnézzük. Jó van, lesz elég pénzünk, úgy érzem, shopra. Ugye most a pénz az élet is pénz, úgyhogy... Azért 11 bombánk már van, tehát annyira nem állunk rosszul. Ennek a nagy részét mondjuk Fanny Packnek köszönhetjük. És az utóbbi kettőt azt nem. Valahogy éreztem, hogy anyu lesz. Ezt nem sikerült, ezt az utolsó kezet. Na most. Égni. Na ti úgy viszont ugrándozni fogtok. Aminek sokkal kevésbé örülök, mint amennyire nem. Jó, totem baby. Jó, kaptunk belőle egy kártyát, ami egy halálkártya. Nem, itt nem maradt már semmi. Jó, megyünk tovább a boss felé. Legalábbis amit remélem, hogy a boss felé megyünk. Ó, ez Fanny Pack. Az a baj, hogy nem nagyon tudok hatással lenni arra, hogy mit lőjenek, és mit ne. Hát ez a szoba... Ez gyakorlatilag egy kínszenvedés, mert látjátok, még senkit nem öltünk meg véglegesen. Ez az. Ezt így tudtam megoldani, sajnos máshogy nem. Van egy pillünk. Bad trip. Visszamegyünk egy piros szívért. Piros szív feléért. És nekem nagyon... Komolyan? Kétszer ez a szoba? Igazából kiváló lehetőség, hogy eljátsszuk a halálkártyát, bár ha lehet, akkor nem biztos, hogy erre tartalékolnám. Végre. Ez azért elég valószínű volt, hogy itt lesz a Secret Room. Jó. Kezdünk nem jól állni. Úha! Áú, a pók. Jó, most buktuk a dílünket. Jó. Most már csak gissek vannak. Meg egy pók. Honnan jött ez a pók? Azt hittem, hogy minden pókot kinyírtunk. Most már tényleg kinyírtunk minden pókot. Uh-huh. Jó. Csinálunk némi pénzt. Éle nekünk bármit a kompassz, azon gondolkodom. Azért megvesszük. Na jó, most vagyunk nullán. Így legalább tudjuk, hogy tényleg jó irányba jöttünk eddig. És én ezt kirobbantom még.
Ez egy full kártya. Ne feledjük, hogy ez Isaacig megy. Hát ez nem érte meg. Nab, 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 nab. A pókos nabot kellene kiütni minél előbb. Így. Úgy. És itt lehet valószínűleg a... Nem itt van a Second Secret Room. Hát még egy jó pár helyen lehet. 8 bombám van. Hát ez sokat nem vett legisből. Azt kell mondanom. Egy légy többet vesz le. Hát ez szomorú. Az a baj, hogy már nem tudtam hova dodzsolni. Jó. Jó. Elképzelhető, hogy meg fogunk halni. Nem hittem volna, hogy Gish lesz az. Aki ezen a szinten megöl minket. Természetesen nem rajtunk múlott olyan szempontból, hogy nem kaptunk Devil Deal-t. Tehát konkrétan nem volt damage upgrade-ünk ebben a játékban még. Hírzapunk ugyan volt, de az nem hatott semmire, mert ugye a familiárokra nem hat a Tears upgrade. Legalábbis ezekre a familiárokra nem hat. Egy inkubusznak örülnék mondjuk. És örülnék, ha ez a légy legalább működne. De ne a Little Gish töld meg, a nagyot. Ha, és megint a Little Gish-t kilkolász. Na végre. Jó, hát nyilván díjat nem kaptunk, Little Gish segíteni fog nekünk abban, hogy... ő nem életet szerez, az Little Chad. Little Gish lassítani fogja nekünk a dolgokat. Jó, hát akkor arra van a shop, ahol nem megyünk be, inkább megyünk a... boss felé. Hát, ha nem egy blótot kapunk végre, vagy valami hasonlót, tehát... Tehát most nem leszek annyira könnyörtelen a saját életünkkel, hogy... Jó. Jó. Már csak ezt kell. Hogyni. Egyébként ez plusz egy familiár, most esik le. No, no, no. Látom némi esélyét, hogy ezt fogjuk használni. Annak ellenére, hogy mondtam, hogy nem fogjuk. Ez a szoba. Nagyon jó. Lehető legjobb helyre ugrottál, barátom. Csak szépen itt maradunk. Nem, nem maradunk itt, mert innen nem érjük el. Jó, nagyon jó. Ez az. Így kiváló. Kaptunk egy kulcsot és egy hangman kártyát. Ajajajajajaj, jó. Jó, le van lassítva, akkor most kellene megölni. Jó, kaptunk vissza egy szívet. Itt nem lehet a Second Secret Room, meg ott se lehet. Itt fönt lehet? Ne. De nem lehet. Ez teljesen fölösleges volt, buktuk a dealt. Most haragszom a játékra, úgyhogy megölöm magam. Jó. Hello, anyu. Már is anyunál tartunk, fel se tűnt. Ó! Most lenne egy... Konkrétan nem ott volt. Jó, oké. Isaac!
Attól tartok, hogy ez a játék nem nagyon nekem való, már mint ilyen idegállapotban, amiben most vagyok. Jó, igazából nem figyelek már a játékra sem. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és a jövő héten újra megpróbáljuk ugyanezt a challenge-et. Sziasztok!